Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy 135. születésnapját ünnepelte az Árpád szakképző iskola és kollégium. Azt hiszem, ez egy nagyszabású gálaműsor, amit önök is láthattak, méltó volt az iskola múltjához, a jelenéhez és a jövőjéhez is. Erről fogunk beszélgetni, hogy mi minden történt mondjuk a rendszerváltás óta ebben az iskolában. Vendégem pedig Szereminé Hegedűs Krisztina, az intézmény tagintézmény vezetője. Kezét csókolom, örülök, hogy itt van velünk. Szóval nagy kihívás, én azt gondolom, a jelen helyzetben, a jelen gazdasági helyzetben is a szakképzőiskolát működtetni, méghozzá úgy, hogy az kövesse a világot, kövesse azt a trendet, amit megkövetel mostanság. És ez így volt a rendszerváltás idején is, hiszen a nagyvállalatok átalakulása, mint tudjuk, a tanhelyek csökkentésével, megszűnésével járt. A tanulók elhelyezése, illetve a gyakorlati oktatás megszervezése pedig mindennél fontosabb egy ilyen intézményben. Önök hogy fogtak hozzá, hiszen ez egy kivételes időszak mindenkinek az életében? Ugye abban az időszakban én még nem voltam ebben az iskolában, de hát nagyon sok tanműhely került kialakításra az intézménybe. Tehát mondhatom, hogy minden szakmához van tanműhelyünk az iskolában, ami így szépen folyamatosan épültek föl, bővültek, tehát ruhaipari tanműhelyünk most már van 4, a villamos tanműhelyünk is van 3, 2 mérőtermünk, a tavalyi tanévben lett fotós tanműhelyünk, kozmetikus tanműhelyünk, fodrász tanműhelyünk, tehát így szépen folyamatosan az évek során minden szakmához kialakítottuk a tanműhelyt, hogy ki tudjuk a gyerekeknek az igényeit elégíteni, szolgálni. Nagy kihívás volt az is, hogy a 3 esztendő szakmunkász képzés helyett megalakult a 2+2 éves szakképzés. Ez ugye a törvényi változás hozta, de azt hiszem, hogy erre fel kellett készülniük, és azóta is folyamatosan fejlődnek immáron ennek tükrében. Mit hozott az önök, a pedagógusok életében ez a változás, illetve mit a diákokban? Hát ugye a 2+2-es képzés az azt jelentette, hogy az első 2 évben ott közismereti óráik voltak túlnyomó részt a tanulóknak, illetve némi alapozó képzés, tehát egy szakmai orientáció, hogy ismerkedjen avval a majdan választandó szakmájával, és a második 2 év az pedig csak a szakmáról szólt már, a szakmai elméleti és gyakorlati képzésről. Ugye itt az óraszámok kérdése volt a nagy megoldandó feladat, hogy a közismereti tanároknak elegendő óraszáma legyen, a szakmai tanároknak megnövekedett az óraszáma, meg kellett találni a szakembereket, akik ezeket az órákat tudják tanítani. Ugye ez volt akkor a nagy feladat. Bevált ez a gyakorlatban? Miként látja most? Én úgy éreztem akkor, mikor az a rendszer volt, hogy jó volt, mert a bizonytalan tanulóknak nagyon jó volt az első 2 év, amikor volt még lehetősége arra, hogy változtasson majd azon, hogy mit szeretne tanulni. Ugye később visszajött az a rendszer, ami régen volt, ugye ez a 3 éves képzés. Most emiatt néha el vannak veszve a gyerekek, tehát hogy 9-be bejön, kiválasztott egy szakmát, és nem biztos, hogy az ott jó volt neki. Úgyhogy én láttam az előnyeit annak a fajta képzésnek. Ugyanakkor át kellett szerveznünk a szakközépiskolai oktatást is, nyilvánvaló. Tehát ahogy olvastam, a technikus képzés is a jelentőségéhez mérten is megnőtt. Ez bevált? Tehát a szakközépiskolai képzés az már nagyon sok változáson esett át. Ugye ott eleinte simán érettségi bizonyítványt kaptak a gyerekek, ugyanolyat, mint amilyet a gimnáziumokban, ugyanazokból a tárgyakból érettségiztek, nem érettségiztek a szakmai tárgyakból. Most bejött az a rendszer néhány éve, hogy most szakmából is kell nekik érettségizni, tehát az az 5. tantárgyuk, nem nincs választás, hogy mit szeretne, ugye a választható tantárgy ezzel úgymond megszűnt. Ez nagyobb nyomás a gyerekeknek, de ugyanakkor lehetőség is a tovább lépés felé. Technikus képzést jó dolognak tartom, csak sok gyereknek nehéz. Tehát, hogy amikor leérettségiznek, már ott látják annak a nehézségét, hogy ez milyen terhet jelent nekik szakmai téren, és van, aki nem vállalja már be az 5. évet,
Sajnos. Pedig ez a plusz idő, igen, hogy a gazdaságnak is jót tenni. Igen, viszont most a mostani rendszer, a szakgimnáziumi, tehát akik az most 9-10-esek, tehát ez a még újabb rendszer, ez már jobb. Tehát ennél már jobban látjuk a kimenetét, hogy ott a 13. év az jó lesz. Tehát bent fognak maradni a gyerekek, egyre többen bent maradnak 13. évben az iskolában. Nagy gondot jelenthet szerintem egy intézményvezetőnek, de cáfoljon meg, ha nem így van, hogy a megfelelő szakmai hátteret, tehát a pedagógusok megfelelő szakmai hátterét is meg kell teremteni. Mert itt ugye folyamatosan változott, és az abban a formában nem igaz, hogy ugyanúgy kell tanítani a 3 éves rendszerben, a 2+2-ben, a 4+1-ben, a 9-10-eseket. Hogy lehet ezt megszokni, és úgy megállapodni, hogy ez valóban javára váljék egyik oldalról a pedagógusnak nyilván, a másik oldalról pedig az egyre nagyobb elvárásoknak megfelelni kényszerülő diákoknak. Hát jó lenne, ha megszokhatnánk már egy rendszer, de mivel mindig változik, így nekünk is folyamatosan fel kell készülni a változásokra. Támogatom a kollégáknak a továbbtanulási elképzeléseiket, akár legyen az egy tanfolyam, vagy legyen az egy hosszú távú továbbtanulás, egy egyetemi átképzés, akár módszertani fejlődésüket segítem, próbálom megosztani velük a lehetőségeket, hogy hova tudnak elmenni, tanulni, képezni magukat. Változniuk kell, tehát föl kell venni a ritmust, ugye változnak a gyerekek, változik a külvilág, változnak az ingerek, amik érik őket, tehát nekünk is tartani kell vele a lépést. Nem lehet azt mondani, hogy ugyanúgy tudunk tanítani, mint 10 évvel ezelőtt, mert nem. Tehát a tananyagnak vannak azonos tartalmai, de a külvilág felől pedig más elvárások jönnek, aminek meg kell felelnünk. Nyilvánvaló, hogy az a 3-as egység, a közismereti tárgyak, a szakmai tárgyak és a gyakorlati képzés kézen fogva kell, hogy járjon. Így van. Ehhez viszont, ahogy a bevezetőjében is már elmondta, komoly tanműhely fejlesztésekre volt szükség. Hogy állnak most ebben a téma, ha egy kicsit kitekintünk a többi iskolához mérten? Mert ennél fontosabb nincsen. Szerintem jól állunk, tehát mondom, fejlődtünk most az elmúlt években is, tehát a szakképzési centrum megalakulása óta, ugye 2015 óta nagyon, tehát mondhatom, sok pénzt kaptunk fejlesztésekre. Tanműhelyeinkbe új eszközöket tudtunk venni, próbálunk egyre modernebb eszközöket venni, hogy tényleg olyan technológiát tudjunk a gyerekeknek megmutatni, ami esetleg kint, hogyha kimegy ugye az iparba dolgozni, akkor ott is megvan. Illetve hát ugye a duális képzésnek a bevezetésével, ugye hát a partnercégeknél kint vannak tanulószerződéssel a gyerekek 10-be, 11-be, hogy tényleg azt lássák, hogy mi vár rájuk majd, amikor kikerülnek a nagyvilágba dolgozni. A duális képzés népszerű lett, hiszen az országban egyedülálló módon nagyon gyorsan bevezette Székesfehérvár, és azt hiszem, hogy hiteles forrásból tudom, hogy van még fejlődni való, de ez egy jó út. Van fejlődni. Így van, tehát van fejlődni való. Nagyon szeretjük az olyan cégeket, ahol tényleg van tanműhely, vagy tényleg olyan szakember foglalkozik a gyerekekkel, aki mondjuk akár egy szakoktató végzettsége van, vagy mester végzettség, vagy minősítése, mert tehát ők tudnak igazán jól tanítani a gyerekeket. Ugyanakkor ugye hát azért azt is tudjuk, hogyha egy vállalkozóhoz kikerül egy tanuló, azért ott vannak célfeladatok, amiket meg kell csinálni. Tehát vannak olyan dolgok, amik miatt be kell időnként hozni a gyerekeket az iskolába, mert van egy vizsgakövetelmény, amit a gyereknek meg kell tudni csinálni. És lehet, hogy a cégnél azt nem tanítják, mert ők már annál magasabb szinten vannak adott esetben. Nem találkozik a gyerek azzal, ami a vizsgakövetelményben van. Tehát itt még nagyon sok mindent össze kellene hangolni, mert időnként a vizsgakövetelmény le van maradva az ipar elvárásaitól. Tehát itt még az egyensúlyt azért még szerintem keresi még mindenki, hogy ezt hogy lehet majd jól csinálni. Rendkívül felelősség az önöké, ez nyilvánvaló. A szakmák zömében a tanműhelyek nagyon sokat segítenek, viszont vannak különleges szakmák, például a villamos, ahol meg kell találni a pályaorientációt, hogy hiszen 100 féle villamos szakember létezik. Ezt hogy sikerül elérniük, hiszen ez is egy kiemelt feladat? Hát igazándiból, akik nagyon célirányosan jönnek, hogy villanyszerelők akarnak lenni, azokból általában villanyszerelő is lesz.
akit csak érdekli a villamos szakma, tehát ők azok, akik nem biztos, hogy elsőre megtalálják a jó utat, de tudunk nekik segíteni. Tehát ugye működik az iskolában pályaorientációs központ is vagyunk. Tehát föl szoktuk ajánlani 7.-8. osztályos diákoknak is, hogy jöjjenek el, nézzék meg, beszélgessenek az oktatókkal, töltsenek ki egy tesztet, próbáljuk meg megtalálni azt, hogy a sok villamos szakma közül melyik az, ami őt igazán érdekli, hogy melyik irányba induljanak. Nagyon fontos, amit most szeretnék felvázolni, hiszen nemrégiben megjelent egy tanulmány, ma már olvashatja mindenki egyébként, hogy szomorúak a gazdaság szereplői, hogy a szakmunkás képzésnek egy bizonyos időszakban elment a rangja. Igen. Tehát egyáltalán nem volt rangja. És ez a gazdaságot, mármint a magyar gazdaságot hátrányos helyzetbe hozta. Most ugye elindult, hogy igenis rangja van a szakmának, hát még szép, hogy rangja van. Hiszen én azt gondolom, hogy nélkülük nincs köznapi élet, köznapi lét. Ebből a szempontból látja azt a fejlődést, hogy egyre több tehetséges fiatal választ szakmát magának? Mert régen ugye arról volt szó, hogy akkor így menjen gimnáziumba, szakközépiskolába, és lesajnálták a szakmunkás képzőket. Tetszik, nem tetszik, ez így volt. Egy nagyon pici javulást már látok a létszámokban. Tehát a jelentkezési arányok, ugye, hogy a nyolcadikosok, ahogy jelentkeznek az iskolákba, most már látom, hogy egy kicsit elindult az emelkedés a létszámokba. Még ugye, mi most mindig csak azt látjuk, hogy hányan jelentkeztek, nem tudjuk, hogy hanyadik helyen jelöltek bennünket most a nyolcadikosok, ugye mivel több iskolát megjelölhetnek. Én bizakodó vagyok, tehát azért vannak olyan szakmáink, amiben most egész jó létszámok vannak, bízom benne, hogy ezek meg is maradnak, tehát hogy nem tűnnek el április közepére, mire ugye megkapjuk a végleges rangsorokat. Igen, mert hogy hát az beidegződés nagyon nehéz. Igen, tehát nagyon sokan a gimnázium fele tolják a gyerekeket még mindig. Valamilyen szinten persze, mert érettségit, meg minél jobb életet szeretne a szülő a gyermekének, de be kell látni, hogy a szakmából is eljuthat a gyerek egy nagyon szép, magas szintre. Tehát ugye nem véletlenül nagyon sok versenyre küldjük, tehát van tehetséggondozás az iskolába. Az igazán tehetséges gyerekeket odafigyelünk, küldjük őket versenyre, hogy minél jobb eredményeket tudjanak elérni. Meg tudják mutatni a szakmáknak a szépségét, hogy miért érdemes férfi szabónak tanulni, miért érdemes villanyszerelőnek tanulni, bármelyik fodrásznak, kozmetikusnak, bármelyik szakmánkat mondhatnám. Ugye a Szakmasztár Fesztiválon, ugye most férfi szabó szakmában például az első 3 helyezett, ami tanulónk volt. Remek eredmény. Így van. Tehát ez egy megerősítés önöknek is, igen, szülőnek is, gyermeknek nem különben. Igen. És hát ugye az, hogy elvégzi a 3 éves szakképzést, utána még mindig ott a lehetősége, hogy leérettségizzen, mert 2 év alatt utána megszerezheti az érettségi bizonyítványt, utána maradhat technikusnak, tovább tanulhat főiskolán, egyetemen, tehát nyitva van előtte az út, ugyanúgy, mint hogyha gimnáziumból menne. A gazdaság fejlődéséhez, mondják a hozzáértők, elengedhetetlen az informatika mindenféle értelemben. Hol tartunk informatikai szempontból? Hiszen ez nem olcsó dolog, igen, azt nagyon is jól tudjuk. Szakavatott mesterek kellenek ahhoz, tetszik, nem tetszik, hiszen ha úgy vesszük, hogy, és tart ez a trend, hogy Székesfehérvár és Szűkenvet agglomerációs övezete a legfejlettebbek közé tartozik, Győrhöz hasonlóan, Budapestet kivesszük értelemszerűen, akkor bizony nagyon sok olyan szakma van, ahol elengedhetetlen a magas szintű informatikai tudás. Hát ezekben a szakmákban, ugye, amiket mi oktatunk, nincs magas informatika óraszám. Tehát nagyon őket informatikából nem tudjuk tanítani, képezni. Van számítógép szerelő karbantartó szakmánk, ők viszont nagyon mély képzést kapnak, tehát hálózatépítést, hálózatismereteket, tehát ők nem csak azt tudják, hogy kell egy számítógépet összerakni, hanem azt megtanulják, hogy kell egy hálózatot felépíteni. Sokszor szoktam mondani, hogy időnként lehet, hogy vannak olyan területek, amiből többet tud, mint egy rendszergazda ez a szakmunkás tanuló.
A fejlesztéseket tekintve igyekszünk fejleszteni, drága, tehát ahogy ön is mondta, tehát ugye az informatikai eszközök beszerzése nem könnyű és nem olcsó. Vannak jó új gépterméink, tehát viszonylag új gépterméink, viszonylag új gépeink, vannak a ruhaipari képzéshez például ott vannak nagyon jó erős gépeink, amivel a tervező szoftvert tudunk működtetni, ugye mivel a lányok meg tudják tanulni egy nagy terítékfelrajzolásokat, egy rendszerirányítást, stb. Olyat, amivel akár, hogyha kimennek a ruhagyárba, ugyanavval a rendszerrel találkoznak. Tehát igyekszünk, csak hát drága, és ez csak így apránként ilyen lassú lépésekben. Nos, a 135 év kapcsán azért nagyon fontos, főleg egy olyan intézménynél, ami a Szűkemet belvárosból indult, mint tudjuk. Igen. Az Oskola utcából annak idején 1883-ban a kultúra. Igen. Én nem meglepődve, viszont nagyon is jó leső érzéssel tapasztaltam az önök gála műsorán, hogy élen járnak ebben is. Igen, nagyon tehetséges. Tehát működik a dolog. Működik, igen, tehát amellett, hogy szakképző vagyunk, azért nagyon fontosnak tartjuk, hogy műveljük is a gyerekeket, tehát kulturális műveltséget megkapjanak. Hál' Istennek ebben nagyon lelkes kolléganők segítenek. Budapestre járnak színházba, tehát vannak szervezetutaink budapesti színházakba, ide Fehérvárra is több osztálynak van bérlete, amivel a gyerekek jönnek csoportosan színházba, a beavató színházba folyamatos látogatók, illetve hát ugye azokban a színdarabokban, amikben ugye az iskolák állítják színre a különböző darabokat, a Ludas Matyit, a Toldit, a Csongor és Tündét, vagy ugye idén az Odüsszeiát, ezekben ugye ott tudtunk lenni. A Csongor és Tündében nem voltunk, de az összes többibe benne voltunk, és nagyon szép eredmények születtek. Úgy, hogy nálunk nincsen diák színpad, nincsen színjátszókör, nálunk mindig erre a feladatra alakul meg egy kis csapat, és ők nagyon lelkesen, tehát ilyen éjszaka nyúlóan próbálnak tanítás után bent az iskola aulájába, és hát idén is nagyon szép eredményt értek el. Ez így van, rendjén, én azt gondolom, ott voltunk. Igen. Ugyanis. Ezen túl pedig fontos, hogy kitekintsünk, és önök élen járnak ebben is, a külföldi kapcsolataikban. Igen. Ez mit hoz a konyhára itt? Most nem pénzre gondolok semmiképpen, viszont rengeteg szakmai tapasztalatot hoz, nyilvánvaló. Igen. Most is ugye, ha jól emlékszem, a marosvásárhelyi, érsekújváros és újvidéki testvérintézmények voltak itt. Ez nagyon fontos, és itt említsük meg Kovács Mihályt, aki úttörő kezdeményezés. Így van. Mit jelent önöknek a külföldi kapcsolatok szakmai szempontból? Szakmai szempontból tapasztalatszerzést. Különböző projektjeink voltak, vannak, amiket ugye együtt valósítunk meg, legyen az egy határtalanul program, vagy legyen az egy Erasmus program. Éveken át tartó kapcsolatok ezek, vagy évek óta tartó kapcsolatok. Egymástól tanulunk. Tehát én nagyon szeretem mindegyik iskolát, akivel kapcsolatban vagyunk. Ugye az említett iskolákon kívül, akikkel szoros kapcsolatunk van, az még egy zadari iskola, illetve egy krányi centrum, tehát az is egy ilyen több intézményből álló iskolacentrum. Hasonló szakmáink vannak, és nagyon tehát szeretünk egymáshoz menni. Már most is itt a jubileumi évfordulós ünnepség után, a vacsora közben már arról beszélgettünk, hogy lehetne egy új Erasmus projektet elindítani. Tehát ezek mind az a javunkat szolgálja. És hasznosíthatóak ezek a tapasztalatok? Persze. Hogy ott miként csinálják? Vannak olyanok, amelyek itthon is alkalmazhatóak? Szeretnénk, hogyha itthon is sok mindent, tehát vannak persze, amiket tőlünk lesnek el kollégák, hogy nálunk hogy működik a dolog, de hát vannak, amiket pedig mi próbálunk őtőlük megszerezni nézőjebe technikák, hogy tudnak ők úgy egy sikeres projektet végigvinni, ahogy végigviszik. Intézményvezetőként elégedett azzal a számmal? Itt most a szakmák számára gondolok, amelyet oktatnak, vagy lehet ezt kiterjeszteni még?
Vagy ez így jó, ahogy van? Próbálunk változtatni, tehát, hogy behozni újabb szakmákat. Ugye időnként ugye, hát változik a politika, politikai döntések, képzési döntések, változik az OKJ, meg kell változtatni a képzési struktúrát ehhez kapcsolódóan, az ipari igényekhez mérten. Tehát mi mindig figyelünk arra, hogy mire van igény, próbálunk ebbe az irányba menni, igyekszünk nem elveszíteni egy szakmát. Tehát ami van, azt tanítsuk és vigyük, ha van rá igény. Új szakmát szeretnénk bevezetni, mindig valami újat. Ugye hát a rendészeti képzésünk az megy most már 20 éve, hát most nagyon örülünk neki, hogy a jövő évben például a honvéd kadét képzést el tudjuk indítani, és ugye így a honvédséggel még szorosabbá tudjuk tenni a kapcsolatunkat, ami már egyébként is évek óta a tartó képzés, mint katonai alapismeretek, katonasuli, de most ez ki fog bővülni, tehát ez egy új színfolt lesz az iskolában. Arra van mondjuk lehetőségük, hogy kitekintsenek? Hogy milyen az oktatási rendszer, a szakképzési formák Európában, az Unióban? Kell ezt egyáltalán figyelni, illetve követni? Hát odafigyelünk rá valamilyen szinten, de hát ugye az oktatáspolitika nem ugyanaz Németországban, mint nálunk. Vannak olyan dolgok, hát tehát nézhetjük, hogy mi van Finnországban, mi van Németországban, mi van az olaszoknál, de hát ugye azok minden, de ezt csak figyelemmel kísérjük, hogy ott mi van. Milyen terveik vannak? Hát minél több gyereket szeretnénk az iskolába. Ugye hát a nagy gond az mindig a beiskolázás, hogy kevesebb diák van. Tehát ugye városi szinten, megyei szinten kevesebb a diák, mint volt mondjuk 10 éve. 10 évvel ezelőtt ennek az iskolának 1200 fős tanulója volt. Most fele. De hát ugye ezt tudjuk, hogy kevesebb a diák, kevesebb diákból kell minél többet megszerezni magunknak. Hát ezért is próbálunk ugye minél színesebb palettát nyújtani, hogy milyen képzések vannak. Ezért is próbáljuk elmondani, hogy milyen versenyeredményeink vannak, milyen tehetséges gyerekeink vannak, megmutatni magunkat minél több helyen, hát hogy híre menjen annak, hogy érdemes az Árpádba jönni. Tehát ez a jövőkép. Ez a jövőkép, így van. Nos, Cserpakovics András polgármester úrral beszélgettem, ahogy önnel is az ünnepségen, és ő úgy búcsúzott, hogy hajrá Árpád. Nos, akkor én is azt mondom önnek, köszönöm, hogy megtisztelt, és hajrá Árpád. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, az Árpád szakképző iskola és kollégium tagintézmény vezetője, Szeremini Hegedűs Krisztina volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!